A Tolna megyei futballtörténet kétségtelen karizmatikus kapus egyénisége Poyák Antal. Az egyik legjobb volt a maga korában, a Szekszárdi Dózsa kapuvédője. De nem is ez a lényeges információ a már erősen a 60-as éveit taposó Poyákról, sokkal inkább az, hogy elkötelezettje már régebb óta az alsóbb szinteken nagyon elhanyagolt általános kapusképzésnek. Természetesen vannak kivételek, van egy Paks, van egy Dombovár, van egy Tolna, esetleg egy másik klub, amit hirtelen így nem tudok, ahol az idősebb, a felnőtt csapat kapusa dolgozik a fiatalabbakkal, de nem ez a jellemző. A jellemző az, hogy a kiskapusokkal éppen csak, hogy ő állj be, fiam, te vagy a legügyetlenebb, majd lesz belőle talán kapus, mert így szokott ez lenni. Holott pont az lenne a célom nekem, hogy mindig a legügyesebbet állítsuk a kapuba, mert ahogy a mai labdarúgás mutatja, a mai kapusnak a világ élvonalába többet kell tudni lábbal, mint egy mezőjátékosnak. Fölnézek, hova akarom rúgni? Abba a sarokba. Lendít a láb, keményen rúg. Nagyon jó. Hangsúlyos volt a 13-15 éveseknek tartott rögtönzött kapusnapon a rossz beidegződések reflexek kiküszöbölése, és az, hogy ezek a magukról már tehetséget eláruló gyerekek képesek legyenek önmaguk képzésére is a szürke hétköznapokon. Itt próbálunk olyan gyakorlatokat nekik megmutatni, amivel, hogyha hazaviszik és eszébe jut, akkor már fejlődni fog. Nem kell a csapatedzőnek a kapussal foglalkozni, hanem önmagát tudja edzeni. A 13 éves Varjas Balázs már tudatosan kapusnak jelentkezett kisgyerekkorában, nem is akart más poszton játszani, ami nem szokványos történet a mai gyerekek között. Nekem volt kedvem, hogy én szerettem volna védeni. Hát szerintem fejlődtem, igen, és az edzőm pedig Varjas Zoltán. A már idősebb és magasabb Sági Balázs azért igazolt Tolnáról Szekszárdra, mert mindenképpen fejlődni akart. Most már magabiztosabb vagyok sokkal, meg úgy lábbal is fejlődtem ahhoz képest, hogy hol tartottam meg, nagyon. Hát most már elkezdtem így irányítani a társakat. A védelmet nagyon, igen, fontos. Vonalon vagy jobb, vagy ha vonalról kijössz és a kifutásokkal? Fú, hát mindegyikben van még mit fejlődjem. Hát nem tudom, úgy nem szeretem magamat ilyenekbe értékelni. Le kell vinni a súlypontot, és akkor már úgy könnyebb. Meg azért a magasságra megvan az előnye, szóval leérek könnyebben, mert nagyon hosszúak a kezeim, szóval azért könnyebben leérek, szóval ezt így lehet vele korrigálni. Balázs nem kert el a jövőjét illetően. Határozottan állítja, el akar jutni legalább az NB2-ig, vagyis hogy ez legyen egy jó ideig a megélhetés. Átvesszük a dolgokat, meg ilyenek meg. Adnak nagyon jó tippeket, például ma megtanultam, hogy vetődésnél jó, hogyha így lejjebb van a kezed, hogyha alul. Szóval alsó vetődés van. Tetszett Tóni bácsinak is a srácok elkötelezettsége a kapusposzt iránt, a munkához való hozzáállása úgy szintén, a jövő kapusai jelennek meg a táborvezető lelki szemei előtt. De a nyári programban mindenképpen az a tervem, hogy egy Kadzisz Béla jöjjön el a fiatalokhoz, mesélje el, hogy lehet a tanulás mellett többszörös válogatottnak lenni.